egyre hevesebb rakétacsapásokat mért Oroszország Ukrajnára az elmúlt hetekben. Az orosz offenzíva a nyugati szankciók ellenére fokozódik. Azok ugyanis egyelőre nem tudták meggátolni Oroszország fegyverkezését. Európát eközben a német kancellár arra szólította fel, hogy fokozzák a fegyverszállításokat Ukrajnának, ha el akarják kerülni Vladimir Putin győzelmét. A német hozzájárulás önmagában nem lesz elegendő arra, hogy hosszú távon garantáljuk Ukrajna biztonságát, ezért arra kérem az uniós szövetségeseinket, hogy növeljék a támogatásukat Ukrajnának, az uniós tagállamok jelenlegi felajánlásai túl csekélyek, mondta a német kancellár Olaf Scholz. Emellett a szakértők szerint az is gond, hogy a korábban felajánlott fegyverek egy része nem érkezett még meg Ukrajnába. Aggasztó a helyzet, hogy Ukrajnában kimerülőben van a muníció, és sok időbe telhet a készletek feltöltése, és van egy másik probléma is. A légvédelmi egységeket olyan ütemben használják el, hogy emiatt már a nyugati készletek is kimerülőben vannak. A Patriot rakéták darabja például 2 és 4 milliárd dollár közötti összegbe kerül, mondta Ian Lesser, a German Marshall Fund elemzője. Az ukrán hatóságok azt állítják, Észak-Koreából származó rakéták darabjait találták meg a támadások után, korábban pedig iráni drónokat használt az orosz hadsereg. Úgy tűnik, az EU tehetetlen az ilyen államokkal szemben. Természetesen elítéljük az Oroszországba irányuló külföldi fegyverszállításokat. Ezekkel ukrán civileket ölnek és polgári infrastruktúrát támadnak, mondta Péter Sztánó bizottsági szóvivő. Oroszország és Észak-Korea együttműködését azonban lényegében lehetetlen megakadályozni, hiszen ezen országok tulajdonképpen nincsenek már kapcsolatban a nyugattal.